A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Először is szeretném megköszönni a szurkolóinak ezt a fantasztikus hangulatot, amit ma a stadionban varázsoltak. Nagyon csalódott vagyok, hogy pont nélkül maradtunk, és ők is ugye csalódottan kell, hogy távozzanak a mérkőzés után. A első félidei játékunk a sajnos kritikán alul volt. Gyorsan bekapott gól rányomta a bélyegét arra a félidőre. A szünetben rendeztük a sorokat, átbeszéltük azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk a héten, taktikailag mibe kell fejlődni. A második félidei játékunk alapján úgy gondolom, hogy rászolgáltunk volna az egy pontra, de sajnos nem sikerült gólt szerezzünk. De a második félidő az olyan teljesítmény nyújtottunk, ami jellemzi a Diós Győrt, és ezt kell, hogy tovább vigyük. Azt sem mondanám, hogy helyzetkihasználás, mert nagy zicserünk nem volt. Hiába voltunk a 45 percben 45 a Fradi tér felén, és tényleg már kapujuktól 30-35 méterre visszaszereztük a labdákat, viszont a utolsó passzoknál problémáink voltak, nem tudtunk zicser paszt adni. Zicser nem nagyon tudtunk kialakítani, de ha jól tudom, nem tudom a pontos statisztikát, a Fradinak is egy kaput eltaláló lövése volt ezen a mérkőzésen, és mégis tudott nyerni. Kellemes ünnepeket szeretnék kívánni nektek is, és a szurkolóknak is, meg tényleg az új évre pedig minél több győztes diósgyőri mérkőzést kívánunk magunknak.